hazai csapatsportbajnokságokban 50%-os magyar kvóta bevezetése érdekében nyújtott be ma határozati javaslatot a Mi Hazánk mozgalom. Hogy a sportban is elburjánzott külföldi vendégmunkások dömpingje helyett garantáljuk a magyar sportolók szereplését a magyar adófizetői pénzből is megrendezett bajnokságokban, a befizetett adókból épített sport létesítményekben, az utánpótlásoknak is több lehetőséget biztosítva, a válogatott csapataink színvonalát is emelve. Csapatsportjaink döntő többségében korlátozás nélkül alkalmazhatóak külföldi, sőt Európai Unión kívülről érkező sportolók. Ezzel szemben például Románia tavaly bevezette a hazai kvótát a csapatsportokban. Sajnos Magyarországon viszont jelenleg több olyan sportklub működik, melynek játékosai között alig találni hazait. Sőt, olyan mérkőzések is voltak a magyar bajnokságokban, ahol egyáltalán nem szerepelt magyar játékos a pályán. A Transfermarkt szakportál szerint a 12 együttes körülbelül 150 külföldi játékost foglalkoztat. A legutóbbi átigazolási időszakban például tovább nőtt a külföldi labdarúgók száma az NB1-ben. Rekordot állított be a Diósgyőr a 2023 nyári átigazolási szezonban, miután 12 légióst igazolt, egyébként sajnos ugyanannyit, mint a egy évvel korábban a DVSC. Szélnek eresztették, vagy cserepadra ültették az NB1-be feljutást kiharcoló játékosok döntő többségét. Pedig nem is olyan jók a külföldiek, bár kevés esélyt kapnak a magyarok, a labdarúgó gólkirályt mégis évek óta a csak hazai játékosokkal felálló Paks csapata adta. Szükségesnek tartjuk tehát, hogy szabályozott legyen a magyar sportolók aránya a magyar bajnokságokban, erősítve ezzel a nemzeti jelleget és a magyar utánpótlás képzést is. Nincs arról szó, hogy külföldi ne szerepelhessen, de a pályán tartózkodó magyar állampolgárok minimális számarányát 50%-ban javasoljuk meghatározni, abban a ma benyújtott országgyűlési indítványunkban, melyet Nagy Attilával, a Mi Hazánk Mozgalom sportkabinetjének vezetőjével együtt dolgozta ki a kabinetünk. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék miniszterelnökünktől, Orbán Viktortól idézni, aki a következőket mondta a Magyar Nemzet című lapnak, nyomtatott változatának múlt héten. Tehát mi nem szórakozni akarunk és tapsikolni a lelátó mindenfajta messzi földről idefújt ügyes játékosok játékán örvendezve, hanem a mi saját gyerekeinket akarjuk látni, magyar gyerekeket, magyar válogatottat, magyar klubcsapatokat. Legyen a csapat fele nagyon jó minőségű külföldi, de a másik fele saját nevelésű gyerek kell, hogy legyen. És hozzátette azt is, hogy a magyar foci a nemzeti identitásunk része. Ezt a Mi Hazánk mozgalom is így gondolja már elég régóta. A 2022-es virradat programunkban ezek már szinte szó szerint le voltak írva. Ezért továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy ez az 50%-os kvóta bevezetésre kerüljön. Szeretném azt ismertetni, hogy a különböző szakszövetségek Magyarországon igenis rendelkeznek erről. Hadd soroljam föl a legpozitívabb példák közé a Magyar Röplabda Szövetséget, amely kötelezően ír elő a férfiak esetében 3, a nők esetében pedig 2 játékos állandó pályán tartózkodását, ez ugye 6-os létszám esetén 50-33%, és olyannyira komolyan veszi a Röplabda Szövetség a dolgát, hogy egy tavaly megrendezett Nyíregyháza Újpest mérkőzésen a Nyíregyháza játékkal nyert, de nem tartotta egy ideig ezt a szabályt, és igenis elvette a bajnoki pontokat a Nyíregyházától, és az Újpestnek adta. Szintén alkalmaz kvótát a Kosárlabda Szövetség, ezt mi túlságosan alacsonynak tartjuk, ez egy 20%-os kvóta, tehát az 5 játékosból 1 játékosnak kötelező magyarnak lennie. Sok más szövetség is előír ilyet, a Jégkorong Szövetség a 23 éve alatti magyarokat tartja állandó jelleggel pályán, illetve egy bonyolult szabályrendszer alapján írja ezt le. De van olyan, 2 olyan szövetség van, ami, ahol teljesen a
totális, ultraliberális szabályozatlanság érvényesül. Ez a két szövetség az MLS, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Kézilabda Szövetség. És sajnálatos módon ezt a csapatok ki is használják. Így fordulhatott elő, hogy a bajnoki döntőbe például a Veszprém csapata a Szeged elleni utolsó meccsen magyar nemzetiségű gólszerző nélkül hozta le a mérkőzést, és körülbelül 5-10%-ában a mérkőzésnek szerepeltek magyar nemzetiségű játékosok. A Mi Hazánk mozgalom ugye meghirdette, és itt bemutatom ezt a szórólapunkat, ezt ugye már tavasz óta a vidéki szervezeteink, budapesti szervezeteink, a sportkabinet tagjai a szurkolók körében mérkőzések előtt osztja, és igen nagy sikert értünk el, azt meg kell, hogy állapítsam, hogy minél kisebb településre mentünk az emberek, annál inkább álltak e mögé a kezdeményezésünk mögé. Sajnos észlelhető azonban a káros hatása ennek a ultraliberális szabályozatlanságnak, hiszen a nagyvárosok egy részében már az emberek nem bánják, és azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy külföldi vagy magyar játékos van, lényeg az, hogy nyerjünk. A Mi Hazánk mozgalom ezt tartja különösen veszélyesnek, hogy a legális bevándorlást ugye egész Nyugat-Európába és Magyarországon is az élsporton keresztül szeretné a főleg balliberális elit elfogadtatni, és el kell ismerjük, negatív értelemben persze, hogy ennek van eredménye, mindenkire hat ez, hogy a kedvenc csapatának a játékosa esetleg színesbőrű külföldi, akkor sokkal jobban fogja elfogadni az ide költöző külföldieket is.